Döbbenetes az a szám adat, ami a minap napvilágot látott, hiszen az IDEA intézet próbálta felmérni a 18-29 éves korosztálynál és az idősebbeknél is, hogy hány százalékra tehető azok száma, akik mondjuk külföldön képzelik el az életüket. Ez ennél az említett korosztálynál 18 évtől 29 éves korosztályig bezárólag a legdöbbenetesebb számot kaptuk, hiszen 40%-a külföldön képzelni el tartósan az életet, és sajnos, ha a 18 év alattiakat nézzük, akkor ahogy csökken az életkor, ez a szám annál inkább nő. Tehát lassan el fogjuk azt érni, hogy a felnövekvő generációnak a nagyobb része szeretne egy másik országba letelepedni és egy másik országba életvitelszerűen élni, ami borzasztó, hiszen ugyanakkor láthatjuk, ahogy Magyarországon egy igen alulszocializált társadalmi réteg az demográfiai robbanásszerűen szaporodik, láthatjuk, ahogy a külföldi multikat telepítik Magyarországra, és ezeknek a multiknak az álláshelyeit már külföldi vendégmunkásokkal akarják feltölteni, és láthatjuk azt, hogy a közállapotok gyakorlatilag leromlanak ebbe az országba, hiszen nem csak a pénz nélküliséget, nem csak az alacsony kereseteket jelölték még legfőbb problémaként a külföldön életet tervezők, hanem bizony a közállapotokat is. Például az olyan állapotokat, amikor az állam már nem képes ellátni a feladatát, amikor az állam nem képes arra, hogy a vasutat fejlessze, ne pedig leépítse, ahol vasútvonalakat zárnak be, ahol a Magyar Posta már nem képes arra, hogy egy állami cégként normálisan üzemeljen, illetve hát a minap borzolta a kedélyeket, amikor egy gimnáziumnak a diákjait tanítás közben értesített a végrehajtó arról, hogy a fejük fölül erárverezték egész egyszerűen a gimnázium épületét. Egészen döbbenetes állapotok uralkodnak ma már Magyarországon, és azt gondoljuk, hogy természetesen a hibást azt meg lehet találni akkor, hogyha az elmúlt több mint 3 évtized politikai garnitúráit nézzük, ők kompletten a hibásak azért, ami most Magyarországon zajlik, és senkinek ne legyen illúziója, tőlük megoldást sem lehet várni. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy mind a balliberális tömörülés, mind pedig a Fidesz-KDNP kormányzat alkalmatlan arra, hogy Magyarországot vezesse, előbb soroltam el, hogy miért, és alkalmatlan arra, hogy ezeket a hibákat kiküszöbölje, hiszen bőven lett volna idejük arra, hogyha komolyan gondolták volna, hogyha valóban azért kormányoznak ezt az országot, hogy azt egy fejlődő útra állítsák, és a magyar nemzetet újra egy prosperáló útra tereljék. Erről szó sincsen sajnos. Láthatjuk, hogy a Fidesznek a 13 éves kormányzása után is annyi futotta, hogy az emberek menekülnek Magyarországról, egyre kevesebben érzik jól magukat a saját hazájukban. Éppen ezért az egyetlen alternatívaként a Mi Hazánk mozgalom az, ami a magyar emberek érdekeit képviseli, mi pedig azt mondjuk, hogy ezt önrendelkezéssel, nemzetvédelemmel és létbiztonsággal lehet elérni. Köszönöm szépen a figyelmet!